A következő e-mailt Sáritól kaptam, aki a következőt kérdezte tőlem e-mailben. Tisztelt Megyeri Szabolcs úr! Az utcafrontot szeretném megszépíteni. Szeretném leszórni hófehér murvával, jelenleg gyomos füves. Ki kell írtani vagy felásni és úgy leszórni a murvát? Illetve hogy milyen méretű legyen, 5-12-es vagy 12-20-as? Köszönettel, Sári! Hát kedves Sári, ha már így hozta az élet, hogy engem mint kertész kérdez meg, akkor hadd mondjam azt, hogy hát utcafrontra én különösen nem javaslom, hogy valamiféle szórtanyagot használjunk, ami most hófehér, mert hogy ön ugye ezt írja, hogy szeretném leszórni hófehér murvával. Ez nagyon rendben van, és ez nyilván az átadásnál, vagy amikor ez elkészül ez a kis mű, akkor ez hófehér lesz, de igazából utána nagyon hamar ez be fog piszkolódni. Gondoljunk csak abba bele, hogy erre a szórtanyagra, amikor akár csak leperegnek a virágok mondjuk a fölötte lévő fákról, vagy a környező fákról, aztán ősszel a lomb, erről nem lehet a havat letakarítani, tehát gyakorlatilag a szórtanyagok használata akár a kertben, akár az utcafronton, nagyon munkaigényes, lényegében a legtöbb kertbarát, aki ezzel próbálkozik, utána belebukik, és utána már hogy benne hagyja. Tehát egész egyszerűen a kövek közül, különösen a kis frakció méretű kövek közül a különböző szerves anyagokat, a odahulló szerves anyagokat nem nagyon szedegetik ki a kertbarátok, egész egyszerűen ebben a munkában előbb-utóbb feladják a harcot. Minden esetben azt mondom, hogy ha csak lehet, a kertünknek a talaját, azt takarjuk természetes anyagokkal, tehát legkevésbé kővel, esetleg lehet fenyőkéreggel, valamilyen múlcsa, valamilyen aprítékkal, de a legjobban akkor tesszük, hogyha azzal takarjuk be a kertünknek a talaját, amit hát megteremtettek számunkra, vagyis a növényekkel, ugye hát itt jön a kertésznek a feladata. Ha körbenéz a webáruházamban, akkor külön van ilyen kategória, hogy talajtakaró növények. Érdemes a talajtakaró növények kategóriába szétnéznie, és akár egy madárbirsát, akár egy molyhos madárhúrt, akár különböző hoztákat, tehát árnyékliliumokat használ, ezekkel mind nagyon szépen be tudja ültetni, hadd mondjam még azt, hogy töredék áron, mint amennyire a murvát be tudná szerezni, nagyon szépen be lehet ültetni, ezek a növények teljesen hermetikusan lezárják a talajfelszínét, tehát nem fog majd gyomosodni, nem fog majd kiszáradni, sokkal jobban a csapadékot meg fogja őrizni, tehát Sárinek is azt tudom mondani, illetve mindenkinek, aki a talaját szeretné takarni, hogy ha hosszú távon gondolkozik, akkor elsősorban és mindenek előtt növényekkel próbálja ezt megoldani.